Az isteni féle szeretet annyira fontos, hogy nélkülözhetetlen, mint a levegő. A szeretetre mindannyiunknak szüksége van. Az a baj, csak mi szeretnénk adni, és akkor néha fáradtak vagyunk, vagy haragosak, akkor nem érdekel, hogy másokkal hogy viselkedünk, vagy mit teszünk. És vagy a szeretet, 1 Korintus 13:4-8 azt mondja, hogy hosszú törő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éppenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Hát ez nem mindig így van, mi mindent eltűrjünk, és nem szoktuk mindig elfedezni mások hibáját, mert igyekszünk inkább azt előhozni, és magunkat lefedezni. Ez nem így van. A szeretet soha el nem fogy. Hát Istennek szeretete örökké megmarad. Ha megnézitek a fákat, illetve az épületet, nézd meg, hogy néz ki, milyen lesz ez 100 év múlva. 100 év múlva Isten még mindig ott lesz a mennybe, és az ő szeretete nem fog elhalványulni, mert maradandó és örök. És mindent eltűr akkor is. A szeretet reménysége soha, de soha el nem múlik. Ha bár így lenne, mondanád, és a szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves, és néhány ember valóban hosszan tűr, de nem türelmes, és nem kedves. És főleg, ha el van fáradva. Tudod, hogy a fáradtság mekkora békétlenséget hoz? Most tanítottam róla, hogy amikor Illés elfárad, depressziós lett. Meg akart halni. Semmi nem tetszett neki. Mikor megfenyegette a Jezabel. Néhány ember, mondom, tűr, de nem türelmes és nem kedves. És Isten pedig azt várja tőlünk, hogy legyünk hosszú tűrők, és néhány ember szenved, a férjek szenvednek a feleségektől, a gyerekek miatt, és fordítva is, és néha a feleségnek kell szenvedni, eltűrni a férje néhány dolgát, és az isteni fajta szeretet, ugye, az bármi is történik, mindenki tart, vagyis legyünk egymáshoz szeretetben. Mindenkinek volt nehézsége, akár a gyerekkorában, akár az élete folyamán, de Isten azt szeretné, hogy az ő igéje szerint cselekedjünk. Az engedelmesség, kinek engedelmeskedünk? Van a felsőbb hatalmaságnak akár, vagy a feleség a férjnek, vagy a gyerekek a szülőnek, de most nem erről beszélek. A bibliai engedelmességről beszélek, hogy Istennek engedelmeskedjünk. És ha Istennek engedelmeskedünk, akkor nagyon jó lesz a dolgunk. És a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, mert nagyon fontos ezekben a napokban élünk. Az a baj, sokszor, amikor a tanítást hozom, akkor mindig arra gondoltok, hogy hát a másik nem jár szeretetbe. Kérlek, mert magad lesz a mai tanítás. Egy ember, aki a Krisztusban jár, szenvedni tud tőle, amikor a másik a környezetében nem szépen viselkedik. Isten azt mondja az igéjében, a Filippi 1:9-11-ben, azt mondja Pál apostol, hogy azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék, ismeretben és minden megértésben. Hát igen, nézd, néha az emberek hívnak minket, nekünk akkor is kedvesnek kell lenni, és az nem vezet sehova, csak mindig sértődés-sértődésre, pontokat-pontokra gyűjtünk, fekete pontokat, ugye, mint az iskolások, az nem jó. Nekünk nem ilyen pontokat kell. És meg kell ítélnünk, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyen tiszták és botlás nélkül való a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazság gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt Isten dicsőségére és magasztalására. Az igazság gyümölcse a szeretet, hisz a Galata 5:22-23 a szeretet az első gyümölcs. Szeretet, ha van szeretet, akkor van öröm, akkor van békesség, hosszú tűrés, és sorolhatnám tovább. Tehát Isten azt mondja, hogy bővölködj a szeretetben, az isteni fajta szeretetben, és hogy minden nap előrébb és előre haladj benne. Ez nagyon jó lenne, mert ha nem növekszünk szeretetben, akkor nem növekszünk a hitben sem, és a megbocsájtásban sem, és a hosszú tűrésben sem, és semmiben sem tudunk növekedni. Ott megálltunk egy szinten, ha állandóan a másikat figyeljük, nézzük,
és stigulázzuk. Meg kell értenünk, mindannyiunkat értek csapások. Azért, mert a tudáshoz vezető úttal, szeretet által, ez azt is jelenti, hogy azért valahol forgassátok a szívetekbe, és tudjátok, hogy nem jó nem szeretetbe járni, nem érzitek jól magatokat. Nem egyszer tudom, mert jöttetek hozzám. Tehát a tudás az azt is jelenti egyben, az Istennek a tudás iránt, az Isten iránti tudás, az egyben jelenti azt, hogy te képessé tesz téged arra, a tudás, hogy elkerüljél hibákat. Mert ugye milyen hibát kerülje? Kiesse a szeretetből. Elkerülhetetlen, hogy ne essünk ki néha, mert a környezet rájátszik, a munkahelyünk és a társadalom. De Istennek van egy igéje, az 1 János 4:8, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. És tudjátok, amikor nem szeretünk, az el fog tőlünk valamit kérni. Az a dolgunk, hogy szeressünk. Jézus először Péter kérdezte, hogy hányszor kell nekem megbocsátani, 7-szer? És azt mondták a tanítványok, Jézus ráhagyta, hogy 7-szer, és azt mondták a tanítványok, hogy hát akkor növeld a hitünket. Hit kell ahhoz, hogy meg tudjunk bocsájtani, akár egy nap 7-szer. Jézus viszont későbbiekben olyan magasra emeli a mércét, hogy azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 7-szer 70-szer, és 490-szer, és hát Uram, nem kérsz te tőlünk sokat? Hát te nem látod, hogy hogy bánnak velük? De amikor téged bántalmazásért, nehézségért, akkor is úgy érzed, hogy kibabráltak veled, és megbántottak, főleg az Úrban való, hogy eljössz akár a szolgálatba, vagy eljössz a gyülekezetbe, akkor azt tudod mondani, hogy nem téged bántanak, és az Urat. És annak ez gyümölcse az illetőnek az életében. Nem kívánunk senkinek rosszat, de ez azt mondom, ha te nem szeretsz, és mondom, Isten, meg van Isten, a légy szíves, olvasd már fel. Lukács evangélium 17. fejezete szól a bocsánatkozásokról, meg a megbocsájtás és a hit. És a hármas igevers így szól. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dolgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megváltam, bocsáss meg neki. És mondának az apostolok az Úrnak, növeld a mi hitünket. És a Máté evangéliumban pedig a 18-as fejezetből a 21-es igevers így szól. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom, még 2-szer is? Mondta neki Jézus, nem mondom néked, hogy még 2-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Nagyon magasra emelte Jézus a mércét. Ez nem mindig könnyű, ezt szeretném elmondani. Én is ugyanilyen húsfér ember vagyok, mint ti. 21 éve járunk az Úrba, tanítom az igét, erősödök benne, de az életben mindig lesznek kihívásaink, kihív minket akár a család, aki a közvetlen környezetünkben van, vagy a főnök, vagy a gyerekek, de Isten maga a szeretet. És ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor fogunk a Föld javaival élni. Én tudom, hogy nem könnyű nektek, de senkinek nem olyan könnyű ez a Úrban való járás, illetve nagyon könnyű, nagyon jó, ha megtanuljuk a hitet és az engedelmességet, és megtanuljuk szeretetbe járni. És azt mondja ez az ige, ezen sokat gondolkodtam az 1 János 4:8-on, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. Hát Isten odaadta nekünk az isteni fajta szeretetet, és ezt onnan tudjuk, hogy az ellenségeinknek is meg tudunk bocsájtani. És akár hogy gyűlölnek, meg bántanak, akkor is a szeretet neked nagyon fontos. Miért? Mert Isten olyan magasra emelte a mércét, hogy azt mondja, ha te nem szeretsz, ha te nem szeretsz embereket, körülményeket, akkor te nem ismerted meg az Isten. Te nem vagy közel Istenhez. És ez nagyon nagy mérce. Ez olyan mérce, hogy Uram, hát akkor ezt át sem tudom ugrani. Ehhez akkor Uram, be kell mosakodnom az igébe. Vagy újjá kell újra születni, újra nem lehet. Egyszer születünk csak újjá. De az újjászületés által kapjuk meg a szellem gyümölcsét. Tehát ha gyűlölet van a szívedben, és harag, és neheztelés, akkor ezen el kell gondolkodnod, mert Isten azt mondja, hogy ha te nem szeretsz, akkor te Istent nem ismerted meg. És sok ember azt mondja, ó, ha Isten olyan hatalmas és jó, hát akkor miért engedi meg ezt a sok borzalmat?
tudjuk, hogy e világ Istenre megvakította a hitetlenek elméjét. Isten meghagyta a szabad akaratot, neked is. Ugye meghagyta, hogy nehezteljél bárkire. Nekem meghagyta. Én gondolom neked is, ugye? Ugye meghagyta, hogy nehezteljél, hagyta. De viszont azt mondja az igében, ha te nem bocsájtasz meg, ha te nem szeretsz, akkor te nem ismerted meg Istent. Vagyis, ha nem ismertük meg Istent, akkor távolabb vagyunk Istentől. Hát aztán nem is merem mondani, hogy te, Uram, nincs is üdvösségünk. Hát azért kell, ha tartósan, állandóan haragszunk, állandóan neheztelésben vagyunk, és mindig megkeressük, hogy ki miatt nem járunk szeretetbe, vigyázni kell, mert át kell gondolni, hogy van-e üdvösségünk, hogy hova fogunk akkor kerülni. Ez egy nagyon komoly dolog. Szeretetben kell maradni, mert Isten szeretet. És ha nem szeretsz, akkor nem ismertük meg Istent, és nem vagyunk közel Istenhez. Tudjuk a tolvaj nem egyébért, hogy lopjon ön és pusztítsa. Ma úrvacsorát veszünk, ugye tiszta szívvel, a hitnek a teljességével kell, hogy innen elmenjünk, és úgy is vegyünk úrvacsorát, hogy mindenkinek megbocsássunk, aki ellenünk tett. Lehet, hogyha többet megteszünk azért a helyzetért, azért a házasságért, azért a körülményért, a szülőgyerek kapcsolatért, hogy akkor egy kicsit jobb lenne, csak nagyok az elvárások. Nagyon nagyok az elvárások néha, és ez miatt történnek dolgok, büszkeség kevésé. A tolvaj nem egyébként lopjon ön és pusztítson. Itt a világ rendszerében gyűlölködés, versengés, nehézség van, és vigyáznod kell, mert itt zűrzavar, gonoszság van, de Istennel megkaptuk a gyönyörű szeretetet, és a sötétségben, a reménytelenségben is van a helyzet, a szeretet hitáltal működik, és ez csodálatosan elő tud jönni. Jogunk van arra, hogy itt a Földön egy győztes életet éljünk, betegség nélkül. Szeretnénk, hogy a gyerekeink is boldogságban legyenek, hogy jó előmenetelük legyen. Ki nem szeretné? Mindenkit szeretnék, az unokák, mindenki, hogy boldoguljon, hogy egészséges legyen, tízszer okosabb legyen. De ahhoz, hogy ezek az imák mind hassanak a gyerekeinkért, a családunkért, sokszor mi magunkat hagyjuk utoljára, de ahhoz szeretetbe kell lennünk. Hát hogy tud egy pásztor, ugye még akkor is, ha ilyen nehézségek vannak, imádkozni a nehézségek közepette, ha nincs szeretetbe? Hát ez nem jó. Tessék szeretetbe maradni. És alázatot kell vennünk. Tudjátok, az alázatos kap több kegyelmet. Néha tűrnünk kell. De tudjátok, a hosszú tűrök jutnak el oda, az Úr elé. A keskeny út és a szoros ösvény alázattal van kikövezve. Csak alázattal tudunk eljutni Isten királyságába. Nem kell nekünk a depresszió, mert amikor elfáradt ülés, akkor ő depresszióba esett. És természetesen vannak rossz dolgok néha az életünkben, de akkor ki kell tartanunk a szeretetbe. Mert a szeretet a legnagyobb dolog. A szeretet Istentől van, az isteni fajta szeretet. Mert semmivel nem lehet a szeretetet pótolni. Az isteni fajta szeretetet. Mert a szeretet maga a szeretet. Tudsz helyette valamit? Tudsz helyette valamit tenni? Csak a szeretet tud megbocsájtani. Csak a szeretet tud hinni. Tudsz helyette valami jobban? Van a gyűlölködés, a neheztelés, a világ dolga ez. Gyűlölj, haragudj, neheztelj, verseny, és minden gonosz, és én vagyok a első, és minden csak úgy kell legyen, ahogy én akarom. Isten pedig azt mondja, az alázatosnak ad több kegyelmet. Nincs az isteni fajta szeretet ellenfegyver egyrészt, mert az hitet képez az életünkbe, és hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A szeretet maga a szeretet. Isten az Isten, és Isten maga a szeretet. Nincs helyettesítője. És teljesen mindegy, hogy milyen életet élsz, de ha Istenhez csatlakozol, az életed meg fog változni. Mert mi úgy döntöttünk a szívünkben, hogy szeretetben járunk. Mindenkivel. A keresztény testvérünkkel, a nyájainkkal, a családunkkal, és mindenkivel. Ennek ellenére van, hogy nem járnak velünk szeretetben. És akkor mi van? Mi fogunk helyettük szenvedni? Hát ha magadra veszed, igen. A sértett büszkeségünk, akkor igen. Akkor fogsz szenvedni, jócskán. Vigyázzatok, és imádkozzatok, mert a kísértés itt van mindannyiunknak. Elveszítjük a békességünket. Ahogy mondtam, Isten maga a szeretet.
És ez a szeretet kell, hogy bennünk éljen. Ez volt Jézus Krisztusban is. És Jézus közelében. Isten a szeretet, és a szeretet bennünk él. És ha ez a szeretet bennünk van, akkor ez a legszebb dolog a világon. Amikor a szeretet uralja az embert, akkor nem riad vissza semmiféle áldozattól. Jézus sem riadt vissza attól, hogy elhordozza a bűnt, a fájdalmat. A szeretet gyönyörűvé változtatta a csúnya keresztet. A szeretet megváltoztatta a sírt. A szeretet a nagy dolgok között is a leghatalmasabb. Persze mindannyian szeretünk valamilyen módon, de az isteni fajta szeretetben járni az a legcsodálatosabb, mert azt mondja Isten, hogy a szépek között is ez a legszebb. És azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Tehát Jézus fent van, közben jár érted és értünk, és képessé tesz arra, hogy elfoglaljuk a helyét itt a Földön. De ha ugyanolyanok vagyunk, mint a világ, nem tudjuk. Isten azt szeretné, hogy növekedjél a szeretetben, mert a szeretet téged arra képesít, hogy mindent le tudjál győzni. A szeretetünk által és a hitünk által kerülünk közelebb Istenhez. Vagyis itt a Földön mi Jézus helyébe lépünk, és úgy szeretünk, mint ő. Micsoda kihívás ez a ma emberének. A mai társadalomban, amikor úton-útféle kihívások vannak, nehézségek vannak, hiányok vannak, viszálykodások vannak, de a szeretet győzött és diadalmaskodott, és a szeretet gyógyír minden sebre. Milyen jó, amikor akár van egy veszekedés, vagy bármi, és oda jön hozzánk valaki, és megsimogat minket, és azt mondja, szeretlek téged, úgy törekednünk kell arra a legkiválóbb útra, a legkiválóbb út a szeretet. És nagy szükség van erre a mai világban. Olyan dolog, amely kiválóvá tud tenni, képesít minket arra, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, és Isten még jobban és még jobban megismerjük. Hát a szeretet sokkal jobb, mint bármi. Bármi az egyetlen elv, ami kell, hogy vezessen minket. A szeretet. Nem mindig tudjuk ezt betartani. Sajnos. Mert lesznek jó emberek, és akik ki minket ki húzigálnak a szeretetből, és nekünk, ha megtanuljuk az isteni fajta szeretetet, akkor Isten képessé tud tenni arra, hogy legyőzzük ezeket a hegyeket, amivel téged megbántottak, amivel elutasítottak, amivel kibabráltak veled. A szeretet tényleg több, mint képesség az önzésünk, mert mindig magunkra gondolunk, hogy mennyi sérelem érte a szívünket. És az önzés mindig elvisz Istentől. Mi visz közelebb Istenhez? A szeretet. Az isteni fajta szeretet. A szeretet mindenné magasabb. Isten elvárja, hogy szeressünk. A szeretetünk több területet érint. Hogyan kezeljük az embereket? Hogyan kezeled a másikat, aki alád van rendelve, aki föléd van rendelve? És türelmesek, kedvesek vagyunk-e? Vagy inkább durvák, vitázók, vagy megbocsájtatlanok vagyunk-e velük-e? Velük szembe. Tehát egyrészt hogyan kezeljük azt az embert, azokat a körülményekben, az embereket, akik körülöttünk élnek, és alá vagy fölé rendeltségű viszonyban vagyunk velük. Vagy hogyan kezeled a saját életed? Hogyan kezeljük a saját életünket? Önmagunkkal szembe vagyunk-e türelmesek? Néha nagyon haragszunk magunkra. Vagy reménykedők vagyunk, hogy talán holnap jobban csináljuk? Vagy kitartóak vagyunk? Vagy úgy érezzük, hogy mi tévedhetetlenek vagyunk? Nem. Drága, szeretem, testvérek, el kell mondjam nektek, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek. Bármennyit is tudunk, de nem vagyunk tévedhetetlenek. Hát hogyan kezeljük magunkat? Hát erre oda kell figyelni, hogy büszkék vagyunk, vagy önzők, vagy dicsekvők, vagy türelmesek. Alázatos kap több kegyelmet. És hogyan kezeljük Istent végül is? Reménykedünk-e benne? Kitartunk-e vele? Ő kitart velünk, ha hajlandók és engedelmesek vagyunk. Tudjátok, a Bibliában rengeteg bibliai hős van, aki megbukott az engedetlensége miatt. Én ma a szeretetről beszélek, ezek nem a szeretetről, Isten iránti engedelmességből buktak meg. Itt van Saul király, megbukott teljesen, mert akár magának nem fogadott szót Istennek, Isten mondott neki valamit, nem tartotta be. Ha mi sem fogadunk szót, ha nem járunk szeretetbe, és megtartsuk a haragot, ez kemény ügy. Ez nagyon kemény ügy, ugye? Lélekre és szívre ható,
és Saul király nem engedelmeskedett Istennek, ezért elvesztette a királyságát. Ez nagyon komoly. És félt az emberektől is. Nem félünk az emberektől, Istentől féljünk. Az Isten félelem az mindig minket előbbre fog vinni az életünkbe, mert Isten mindig gondoskodni fog rólunk. És itt volt Vásti királyné, ez az Eszter könyvében van. Hatalmas nagy királynak, aki Eszternek a férje lett végül, és Vásti királynő engedetlen volt a férjének. Hívta, hogy a szépségét bemutassa az udvarnak. Nem ment el, és ezért elvesztette a királyságát. Ő is engedetlen volt. És itt van akár nagyon, azt mindenki ismeri a Jónás könyvéből. Jónás egy proféta volt, és a Jónás könyvében van, hogy Ninive egy bűnös város volt. És Isten azt mondta, hogy 40 nap alatt elpusztítsa őket, menjen a proféta, és mondja meg nekik, hogy 40 nap, és elpusztul a város, ha nem térnek meg. Jónás viszont nem akart elmenni. Nem fogadott szót Istennek. Mi sem fogadunk szót néha, amikor Isten azt mondja, szeretett barátom, hát csak úgy lesz mindenben jó dolgod, ha szeretetben jársz, az én parancsolomat betartod, mert ugye arról ismerik meg, hogy tanítvány vagy, ha szeretni fogsz. Tehát mi valamikor kiesünk a szeretetből, és addig nincs több fény és megértés nekünk, és addig lop az ördög tőlünk, elromlott a tévé, elromlott a mosógép, olyan dolgok elromlottak, vagy veszekedések lettek a családban, visszájkodások, megosztások lettek, amikor nincs szeretet, nekünk szeretni kell. Mert Istennek ez az akarata. És hát mondhatnánk még bibliai hősöket, akik engedetlenek voltak, és nem tartották be bizonyos dolgokat, amit Isten kért tőlük. Mi is nem mondom, hogy a királyságot veszítsük el, de rengeteg mindent elveszítünk, amíg haragszunk, amíg viszálykodunk. Rengeteg könyv elfolyik. Vannak családok, akik nem tudom, már 5-10 éve nem beszélnek egymással. Mennyi könyv, mennyi bánat, különösen a karácsony, az ünnepek alapján. És ez megviseli a szívedet, megviseli a lelkedet. A szeretet nem egy érzés, nem egy dal, nem egy rejtély, hanem egyszerűen ez egy gyönyörű, isteni fajta, romolhatatlan mag. A szeretet megváltoztatja az életünket. A szeretet megváltoztassa a viselkedésünket. És a szeretet mindig jó magatartást vált ki az emberből, mert a szeretet oda megy és megsimogassa, és valamit ad a másiknak. Bátorítást. Vagy gyöngétséget. És néha mégsem akarjuk megtenni, mégsem akarunk oda menni a másikhoz, mégsem akarjuk. Valakinek mondtam egy férjnek, hogy te vegyél a feleségednek egy csokor virágot és egy kis csokoládét, mert szeretetre van szüksége. És akkor felhívtam a feleséget, és megkérdeztem, hogy vitt neked a férjed? Szóval nem baj, nem számít, nem hozott, nem számít. De igenis számít. De igenis számít. Mert jobb adni, mint kapni. És néha még egy mezei virágot is ad a másiknak, az is jól esik. És a simogatás is jól esik. És más lesz a hangulat. Tehát a szeretet megváltoztatja a viselkedésünket. És milyen jó, amikor békesség van. Milyen jó, amikor szeretet van. De velünk kell kezdődjön. A kályhát mi kell, hogy benyújtsuk. Mindig a másiktól várjuk. Jól esik, ha a másik kezd. De velünk kell kezdődjön. Ha a másik nem indul, sok házasság emiatt megkeseredik, akkor valakinek el kell kezdeni, vesd le a büszkeséget, a kevésséget, és menj és simogasd meg, vagy tegyél érte valamit, vagy vegyél neki egy táblacsokit, vagy a virág, szakíts le egy virágot akárkin, és vidd el szeretettel. Szeretet az nagyon jó dolog. És a szeretetlenséget mi váltsa ki? Harag, a gyűlölet, az irigység, és nem akarnak szeretet hitmagot vetni az emberek. Ezt a erő kell, hogy megcselekedjük, ezt a bölcsesség kell. De Isten támogat, mert a szemefényét támogassa. Hát Isten ott lesz veled, amikor te megteszed ezt, hogy mi szeretetben éljünk. És szeretettel szeretek én is szolgálni. Ha nem járok szeretetbe, akkor nem látom meg Isten dicsőségét, Isten sem. Nincs Isten dicsősége, nincs Isten látogatása, nincs Isten jelenléte. Figyelj, nem járunk szeretetben, az egy nagyon komoly dolog. És nincs szellemi ajándék sem. Úgyhogy egymásra utaltságunk van,
És a függetlenség persze azt mondja, én mindent megcsinálok, semmi között hozzá, hogy én mit csinálok, én dolgom az, és egyéb, ne szólj bele. De van, mindenben van közünk egymásra. Az Úrban szükségünk van egymásra, a 133-as Zsoltárok is ugye azt mondja, mi jó és mi gyönyörséges, hogy együtt lakoznak az atya fiak. És mi együtt ülünk, és építsük a testet, de oda-haza is. Valakinek meg kell békíteni az embereket. Én nagyon szeretek elsimítani viszálykodásokat és egyébként nem mindig tudom. Akár a családban, hiába imádkozok, mert megvan mindenkinek a szabad akarata. Hiába mondom én neked, hogy járj szeretetbe, ha te nem akarsz. Itt a szabad akarat. Imádkozhatok érted, hogy hát legyél már egy kicsit szeretetteljesebb, hogy növekedjél már. Azt mondom, mi van az a jó baimmal. De arra tanítalak, hogy álljál szeretetben, azt fog neked hozni békességet. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szívünket, a gondolatainkat Krisztus Jézusba. A szeretet mindig egyszemélyes. Most persze a másiktól várnánk mindig el, hogy az is szeressen. De neked is van részed abban, hogy mi vezet téged. És ha egyszer-kétszer megpróbálod, hogy szeretetben maradj, akkor azt mondod, én már több erőfeszítést nem teszek, mert az illető nem akar változni. Van, amikor hosszú utat kell járnom, hogy a másik szeretetben épüljön. Nem fogod megbánni. Én egy időben csináltam egy pár férjekért való imát az asszonyoknak a gyülekezetben. És aki ezt sokáig forgatta, ott megtörtént a változás. Ha nem járunk szeretetben, nem látjuk Isten dicsőségét. És bizony, amire a világnak, és nekünk elsősorban, ha most csak az önzőségünket nézzük, mennyire szükségünk van a szeretetre. Mennyire szükségünk van, hogy valaki elismerje. Mennyire szükségünk van arra, hogy valaki számítson ránk. Nagyon. Vagy mi számítsunk a másikra. Nagyon nagy szükségünk van, hogy valaki elismerjen minket, vagy támogasson minket, és mindez a szeretetben. És hát Pál apostol leírt az 1 Korintus 13-ba, és tényleg a szeretet minden mondhatnám. És nem számít, hogy mennyi dolgot tudunk, hogy hány diplománk van, hogy milyen bölcsességünk van, és milyen képességeink vannak. Fújhatjuk a kürtöt, énekelhetünk gyönyörűen, de nincs bennünk szeretet, semmit nem érünk. Semmi. Hát, lehet, hogy tudunk csodákat tenni, még emberek is meggyógyulnak, de ha nincs szeretet, előbb-utóbb elfolyik a kenet, elmegy minden. Szeretet nélkül semmik vagyunk, azt mondja a Szentírás. Nagyon fontos, hogy te szeress. Azt mondod, a másik nem szeret. Nem éri meg vele kitartani, nem éri meg szeretni, dehogy nem. Meg lesz a gyümölcsöd, tartsál ki a szeretetbe. Terem belőle minél többet, 30, 60, 100 annyit, törekedj a 100-ra. Az isteni fajta szeretet az csodálatos, mert önzetlen. Mi a legtöbbször keressük a magunk hasznát, mert azt mondjuk, hogy hát nem kapunk. De ez egy minőségi dolog. Egy exkluzív dolog, mondhatom nektek, Isten ajándéka, ez az isteni fajta szeretet. Tudjátok, milyen jó szeretetben élni, és milyen megnyugváshoz? Még akkor is, ha nincs tele a hűtő, ha nincs tele a zsebünk, és az isteni fajta szeretet téged már képesít arra, hogy te magad körül a szeretetet kiépítsed, hogy az emberek úgy jöjjenek vagy hozzád, mint a méhek a virágra, amely vonzza őket. És az jó dolog. Ez a legmagasabb szintű dolog. A szeretet csodálatos, a szellemi ajándékok közepén van, és hát a hívők viselkedéséről beszél, rólad beszél. És ha akarjuk az életet szeretni és jó napokat látni, akkor bizony az ajkaink nem rosszat szólnak, hanem szeretetet. És elfordulunk a gonosztól, és kövessük a szeretetet. És amikor szeretetben járunk, akkor békességünk is van, és akkor kedvünk szerint alakulnak a dolgok. És azt mondja az ige is, hogy a szeretetben nincs félelem. Az emberek nap mint nap ki vannak téve a félelemnek. De tudjátok, hogy amikor telve vagyunk hittel és szeretettel, vagy szeretettel és hittel, mert ez egymásra utaltság, akkor sokkal kevésbé félünk a holnaptól. Sokszor fenyegető dolgok jönnek, és én magam is csodálkozok, hogy mennyire nem félek, és ne féljetek.
Semmitől. A gyerekedet is felveszik. A gyereked is sikeres lesz. Te is, és a gyereked is meg fog változni. Tarts firmába, meg fog változni a férjed is. Te csak maradsz szeretetben, és ha a hitben maradsz, lesz munkád. Ne add fel soha, soha ne adjátok fel. Ti maradjatok csak mindig hitben és szeretetben. Ha elfog valami nehézség minket, megbántanak minket, ki elutasítanak, akkor tudd, hogy nem téged, hanem az Urat utasították el. És ez legyen neked egy biztatás, bátorítás. Dicsőség Istennek. Ez rögtön már az ember a dicsőség palástját felvesz. Amikor szeretetben vagyunk, akkor az Úr dicsőségét meg tudjuk ragadni. Hát szeress, arra kérlek. Ne engedd, hogy elrabolják a szeretetedet, és a gyenge pontjaidon keresztül gyűlölköd és harag és neheztelésére, és semmi ne vegye el a békénket. Igen, sokan megbántottak. Igen, sok nyájunk volt, sok dicsőség volt, de hát a tegnap dicsőségéből nem tudunk megélni, meg a tegnap gyötrelméből sem, már egy új nap van, egy új élet kezdődik nekünk, és megbocsájtunk az ellenségeinknek. Tudod miért? Mert Jézus ezt írta elő, mert ez az engedelmesség, hogy mi többek vagyunk, mint győztesek. Azáltal, aki minket szeretett, és az, aki minket szeretett, és győztesített minket, tartozunk annak, hogy mi is győztes életet éljünk, és szeretetben maradjunk mindenkivel, és ne legyünk mogorvák, hogyha az emberek jönnek, és vágyakozzanak arra, hogy te szót váltsanak veled, és szeressenek téged. Tegyél ezért valamit, ezért nekünk kell tenni valamit. Isten odaadta a szeretetet, te neked pedig növekedni kell ebben. És ha növekedsz a szeretetben, növekedni fogsz a hitben. Hát ez nem egy könnyű dolog, de meg kell tenned, és fog működni. Úgyhogy Jézus békességet ad neked, és olajat ad, és sót az életedben, ha akarsz. De csak akkor, ha akarsz, ami nem hitből van bűn. Csak ha akarsz, akkor tudsz a szeretetben járni. Dicsőség Istennek. És ne engedd az aklatottságot az életedben, a fárasztása, akkor nem vagy fáradva, itt van, illés öngyilkos akart lenni, meg akart halni. Tedd magad rendbe, egyszerűen. És igyekezzél megfélni, és csak annyit vállalj magadra, amennyit bírsz. Mert a környezetünk mindent ránk akar tenni, és kifosztani minden erőnkből. Nem. Annyit vállalj el, amennyit bírsz. Mert kiesel a szeretetből, és nem fogsz az Úr akaratába járni, a dicsőség elhagy, elhagy téged minden, szeretnünk kell a családunkat, szeretnünk kell a munkájunkat, mindenkit, de két végéről, három végéről nem lehet égetni egy gyertyát. Erre külön vigyázzatok. Szeresd magadat is, nem csak másokat. Mértéket kell tudnunk tartani a jó és a rossz között. Mértéktelenül nem lehet élni. Legyen béke az otthonodban, és nem lehet fárasztás. Ez is egy szeretet, mert magadra is kell vigyáznod. Dicsőség Istennek. Amen.